Hetedik alkalommal gyűltek össze a fizioterápia szakértői a Honvéd Kórház Hévízi intézményében, hogy megvitassák, milyen lehetőségek, újdonságok vannak a témában. Pölöskei Anikó igazgató kifejtette, nagy megtiszteltetés számukra, hogy idén is megszervezhették a kétnapos rendezvényt. Hozzátette, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a rehabilitációs központ, egyre több vendég érkezik hozzájuk. 200 ágyal működünk, ebből 72 ágy a NEAK finanszírozott, és 128 ágyunk az, ami fizető vendéglátós. Tehát ezekre a helyekre magyar és külföldi vendégek is jöhetnek és jönnek is szép számmal. Egy 10%-os emelkedés, 10-15%-os emelkedés, amit már évről évre tapasztalunk. A kétnapos szakmai konferencia főszervezője, dr. Sandra Sándor orvos ezredes rámutatott, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a rendezvény. Megjegyezte, hogy egyre több új fizioterápiás eszközt fejlesztenek, többek közt ezeket is bemutatják ilyenkor, de a szakmai tudás megosztása mellett a kapcsolatépítés is fontos. A gyógyszeripar nagy hatalom, gyakorlatilag a hadiparral együtt mozog a pénzmennyiségben, tehát mindenhol, amiből pénzt lehet termelni, akkor igyekeznek így különböző mérnökök, biomérnökök, kompjúterszakértők egyre több új fizioterápiás eszközt terveznek. Vannak káprázatos készülékek, például a lágydézer terápiát magyarok vezették be a világ egészségügyébe, viszont sajnos egyre kevesebb lézerkészüléket gyártanak magyarok, de megjelentek olasz és cseh készülékek, álomkészülékek. Mi igyekszünk ezeket bemutatni. Az orvos ezredes kifejtette, hogy óriási lehetőségek vannak a magyar termális gyógyvizekben, amit érdemes lenne jobban kihasználni. Kiemelte, az országban tevékenykedő feltalálók is kiemelkedő munkát végeznek. A kétnapos rendezvényen részt vett Molinári László is, aki egy egyedi, saját tervezésű masszázságyat mutatott be az érdeklődőknek. Három nagyon fontos részt építettünk össze. Először is van az ágyba beépítve két hangszóró, ami az audio élményt adja, ugye, mert a legtöbb probléma és stressz a fejben indul el. Ha azt meg tudjuk már fogni, meg tudjuk nyugtatni az embereket zeneterápián keresztül, akkor már nyert ügyünk van először. Utána az ágynak a formája, mint látják, egy különleges, tehát nagyon mobil. Az a lényege, hogy minden testrészt át tudunk mozgatni, minden testrészt ki tudunk mozgatni. A harmadik része pedig az, hogy az ágyak alatt elhelyeztünk mágneseket is, 5 darabot. A találmányról dr. Sandra Sándor elmondta, az egész világon új megvilágításba helyezi a masszázságyakat. Az orvos ezredes hozzátette, a különleges ágyakból csak nem 1,5 millió forint értékben adományoz a feltaláló kettőt a Honvéd Kórház számára.